Köszöntöm nézőinket, az aktuálissal folytatjuk műsorunkat. Egyre többet találkozni a piacokon a frissen termett és az otthoni kertekben szedett meggyel, barackkal, málnával, amiket szívesen vásárolunk, hiszen tudhatjuk, hogy az otthon termett gyümölcsnél nincs egészségesebb. Ám a kistermelői élelmiszereknek is megvannak a maga feltételei, hogy hogyan érdemes és hogyan lehet termelni és értékesíteni ezeket. Ezekről a szabályokról beszélgetünk mai adásunkban. Vendégünk dr. Sproch Ágnes, az Élelmiszerlánc Biztonsági és Állategészségügyi Osztály vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm a kedves nézőket! Nyilván az ember sokkal nagyobb szimpátiával vagy bizalommal fordul oda a piacon azokhoz a otthon termesztő, kiskerti körülmények között termelő eladókhoz, akik láthatóan nem nagy üzemi keretek között állítják elő a különféle élelmiszereket. De milyen szabályoknak kell nekik is megfelelniük ahhoz, hogy biztonsággal értékesíthessék a piacokon az általuk megtermett zöldséget, gyümölcsöt? Igen, ez megfigyelhető tendencia az utóbbi években, hogy a háztáji előállított élelmiszerek ázsiója úgymond növekszik. Tehát egyre nagyobb a kereslet az emberek által megtermelt, háznál megtermelt, könnyen elérhető termékek iránt. Nagyobb az emberek bizalma is ezek felé a termékek iránt, legalábbis ezt tapasztaljuk. Nagyon sokan találkozhatunk ugye a piacokon különböző állati és növényi eredetű termékekkel, illetve ezeket áruló emberekkel. Úgy vesszük észre, hogy az emberek körében még mindig nem köztudott eléggé, hogy ezt a tevékenységet be kell jelenteni, mégpedig nálunk kell bejelenteni. Ugye a Békés Csabai Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc Biztonság és Állategészségügyi Osztályánál, ahová ezeknek az embereknek egy kérelemmel kell fordulnia, és mi pedig ezeket az embereket nyilvántartásba vesszük. Meg kell felelnie valamilyen feltételnek ahhoz, hogy valaki engedélyt kapjon erre a tevékenységre? Tulajdonképpen a feltételeink úgy gondolom, hogy nem túl nehezen teljesíthetőek, hiszen tulajdonképpen általános higiéniai követelmények vannak, ugye aki állati eredetű terméket szeretne előállítani, ott az állattartást megkérjük, hogy jelentse be, mielőtt ugye engedélyeztetjük. Szokott még kérdésként fölmerülni, hogy esetleg kell elkülönült helyen rendelkezniük ezeknek az embereknek az élelmiszer előállítására, ezt nem követeljük meg tőlük, csupán annyit szoktunk megkövetelni, hogy azoknak a termékeknek az előállítását, amelyet értékesítésre szánnak, azokat lehetőleg időben különítsék el az általuk saját fogyasztásra előállított élelmiszerek előállításától. Vizsgálják egyébként a helyszínen is ezeket a körülményeket? Igen, a bejelentést követően egy hatósági állatorvos kolléga vagy kolléganő ezekhez az emberekhez kifárad, egy helyszíni ellenőrzés lefolytatása céljából, és amennyiben ott a körülményeket, az általános higiéniát megfelelőnek találja, úgy mi az adott kistermelőt már akkor nyilvántartásba vesszük, és egy regisztrációs számmal látjuk el. Meg kell újítani bizonyos időközönként ezt az engedélyt? Igen, ezt is van, hogy az ügyfeleink el szokták felejteni, hogy ez az engedély ez nem visszavonásig érvényes, hanem a kiállításától számított egy évig, illetve nem is érvényes, hanem hatályos. És ezt szintén kérelemre kell megújítani, tehát a járási hivatal nem újítja meg automatikusan ezeket az engedélyeket, úgyhogy az egy év leteltét megelőző néhány napon belül a kistermelőnek be kell fáradnia hozzánk, hogy ezt az engedélyt megújítsuk, és ezt ilyenkor egy újabb hatósági ellenőrzés lefolytatásához szoktuk kötni, tehát az engedélyt csak akkor hosszabbítjuk meg, hogyha egy év után is a kistermelőnél mindent rendben találunk. Milyen költségei vannak ennek az eljárásnak? Szerencsére az eljárásunk díj- és illetékmentes, ezt is el szoktuk mondani az ügyfeleknek, hogy nyugodtan fáradjanak be hozzánk, mert ez nekik pénzbe nálunk nem kerül. Ugye a más hatóságoknak, tehát például adózási szempontból erről nem tudunk nyilatkozni, viszont nálunk az eljárás teljesen díj- és illetékmentes. És mi a tapasztalat, mennyire kapják meg az engedélyt azok, akik a hivatalhoz fordulnak ezért a jogosítványért? Szerencsére azt mondhatjuk, hogy az engedélyeket nagyon nagy százalékban meg tudjuk adni, illetve az engedély kiadását, vagy hát a nyilvántartásba vételt megelőző hatósági ellenőrzés során ezt szoktuk látni a kistermelőket tanácsokkal, hogy mik azok a hiányosságok, amiket esetleg pótolniuk kell ahhoz, hogy a nyilvántartásba vehessük őket. Szerencsére nem szokott ezzel probléma lenni, tehát azt tapasztaljuk, hogy a leendő kistermelők nagyon együttműködőek, és az általunk kért dolgokat mindig teljesíteni szokták az általunk megszabott határidőn belül.
ellenőrzik-e azt, hogy a piacon, akik kistermelőként árusítanak bizonyos termékeket, hogy rendelkeznek-e ezzel az engedélyekkel? Igen, egy élelmiszerbiztonsági felügyelő kolléga rendszeresen járja az illetékességi területünkön található piacokat, és rendszeresen ellenőrizzük, hogy a kistermelőknek rendelkezésre áll a szükséges dokumentáció ahhoz, hogy ezt a tevékenységet folytassák. A hatósági állatorvosi bizonyítványuk, ugye, akinek állati eredetű terméke van, az hatályban van-e, és ha hiányosságot tapasztalunk, akkor a helyszínen fölhívjuk a figyelmét arra, hogy hiányosság van, és ezt mielőbb pótolja. Akkor nem a szankció az első lépés? Először megpróbáljuk az ügyfeleket jogkövető magatartásra sarkalni, tehát nem bírságolunk, hanem természetesen az attól függ, hogy milyen hiányosságot találunk. Most, ha valakinek néhány nap lejárt a hatósági állatorvosi bizonyítvány, ott fölhívjuk a figyelmet, hogy legyen szíves megújítani. És ezt esetleg a következő ellenőrzés alkalmával újból leellenőrizzük. Mi a tapasztalatuk egyébként, mennyire szabálykövetőek az itteni kistermelők? Az a tapasztalatunk, hogy szerencsére nagyon szabálykövetőek, a hatóság kéréseinek rendszeresen eleget tesznek, úgyhogy szinte csak jó tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban. Milyen előnyökkel jár ez, hogy valaki tényleg hivatalosan végigjárva az utat álljon ki akár a piacra egy picike standhoz, a maga által megtermelt javakat áruba bocsátani? Nincs az az emberekben, hogy ez túl bonyolult, túl fárasztó? Mivel lehet őket sarkalni arra, hogy érdemes ezt megtenniük? Én azt szoktam kiemelni a hozzánk forduló ügyfeleknek, hogy ugye egyrészt az eljárásunk díjmentes, díj- és illetékmentes. Nagyon elmondhatom, hogy nagyon ügyfélbarátok a kollégák, tehát igyekszünk az ellenőrzéseket minél hamarabb lefolytatni, a hatósági nyilvántartásba vételt mi hamarabb eszközölni. És azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok olyan ember fordul hozzánk kistermelői nyilvántartásba vétel iránt, akik keresetkiegészítés formájában szeretnék ezt a tevékenységet folytatni, és ugye el tudjuk mondani, hogy ez ilyen formában is lehetséges, tehát úgymond egy kis másodlagos jövedelemhez is tudnak jutni ezáltal a leendő kistermelők. Nyilván itt az adózási kérdések is szóba jönnek, most nyilván nem ezt a részét szeretném öntől megkérdezni, hiszen nyilván nem a szakterülete, de gondolom összefügg a kettő, hogy aki szeretné megkerülni esetleg a hatósági eljárást, az talán amiatt is próbálkozik ezzel, mert attól tart, hogy az adóhatóság esetleg nyomon követi, hogy ő esetleg csak egy ilyen másodlagos jövedelemként próbálja értékesíteni az otthon megtermelt javakat. De lehet a számukra egyfajta biztatásként azt mondani, hogy ettől függetlenül nem veszélyes, vagy nem fenyegeti az embert az a veszély, hogy túlzottan nagy adó kötelezettsége származik abból, hogy egy kosár meggyel kiáll a piacra? Én inkább megfordítanám akkor a helyzetet, mert lehet, hogy valamennyi kötelezettsége, adminisztratív, illetve pénzügyi kötelezettsége származik ebből az adóhatóság felé, viszont ha az adóhatóság ugye ilyen tényállással szembesül, mondjuk egy piaci ellenőrzés során, én úgy gondolom, hogy ott azért szankció is kilátásba helyezésre kerül, tehát sokkal jobban megéri jogkövető magatartást folytatni, betartani a szabályokat, mint esetleg attól félni, hogy ez túl nagy anyagi vagy adminisztrációs terhet ró egyes emberekre. Mi a helyzet a fogyasztók, a vásárlók oldalán? Ők mennyire vannak tisztában ezekkel a kérdésekkel, illetve van-e arra tapasztalatuk, hogy mennyire vizsgálják azt, hogy az adott eladó rendelkezik-e ilyen engedélyekkel? Egyáltalán közzé kell-e tenni, hogy valaki rendelkezik egy ilyen bizonyítvánnyal? Maguk a fogyasztók erre nem, azt tapasztaljuk, hogy nem fordítanak kiemelt figyelmet, mi szoktunk figyelmet fordítani inkább hatóság, ugyanis a kistermelőnek az árusítás helyén fel kell tüntetnie a nevét, a lakcímét, ugye a termékeit jelölni fel kell tüntetni rajta az adott termék megnevezését, a tömegét, az összetevőit csökkenő sorrendben, minőségmegőrzési időt, tehát elég sok mindent jelölni kell az adott terméken. Nekünk ez inkább azért fontos, hogy az adott termék nyomon követhető legyen,
Tehát ha mondjuk bármi probléma fölmerül, akkor tudjuk, hogy ki állította elő, és így könnyebben meg tudjuk oldani az esetleg ebből származó problémákat. Igen, pont erre gondoltam, hogy ha valahol esetleg egy fertőzés, vagy valamilyen vegyszerhasználat miatti betegség támad, akkor ilyenkor könnyebben gondolom kezelhető, vagy könnyebben lenyomozható, hogy hol történt az adott probléma, és esetleg akár meg is akadályozható a további betegség terjedés? Igen, hát a nyomon követés ugye az élelmiszerláncban nagyon fontos, ugye a kistermelőktől is ezt megköveteljük. Szokott lenni olyan esetünk, hogy mondjuk kistermelő termékét hozzák be esetleg, arra hivatkozva, hogy a minősége nem megfelelő, és ugye, hogyha megkérdezzük, hogy kitől vásárolta, akkor esetleg az adott kistermelőnél újabb hatósági ellenőrzést tudunk lefolytatni annak érdekében, hogy ez a panasz ez megalapozott-e vagy sem. De gondolom ez inkább az állati eredetű termékeknél jellemzőbb. Igen, az állati eredetű termékeknél ugye a fogyasztásra való alkalmatlanság az már érzékszervileg is észlelhető a fogyasztó által, tehát mondjuk a színe, a szaga vagy az állaga nem olyan, akkor ott már eleve gyanút keltő az, hogy ez esetleg fogyasztásra is alkalmatlan. A zöldségféléknél, gyümölcsnél ott azt tapasztaljuk, hogy ez nem annyira szembetűnő. Az állati eredetűnél jobban. Arra is van esetleg lehetőség, hogy maga a fogyasztó tegyen panaszt, hogyha nem megfelelő minőségű áruval találkozott? Természetesen. Erre hál' Istennek nem sokszor, de van példa. Ugye akkor szintén hozzánk fordulhat a bejelentésével. A panaszokat és közérdekű bejelentéseket ugye 30 nap alatt nekünk kötelességünk kivizsgálni, aminek minden esetben eleget is teszünk. És hogyha valakinél valamilyen hiányosságot találtak, akkor mi a jellemző eljárás? Szankciók lépnek életbe, vagy visszavonják az engedélyt, vagy egyáltalán hogyan lehet szabálykövető magatartásra bírni azokat, akik esetleg hanyagabb körülmények között termelik az élelmiszert? Hát szerencsére erre nem nagyon van precedens, de ha ez mégis előfordul, általában apró hiányosságokat szoktunk találni, tehát mondjuk nem tünteti föl mondjuk a tömegét az adott terméknek, ami élelmiszerlánc biztonsági szempontból nem annyira aggályos ilyenkor. Megkérjük, hogy az adott hiányosságot pótolja, erre egy határidőt szabunk neki, és ha ennek nem tesz eleget, akkor jöhet a szankció. Reméljük, hogy erre kerül a legritkábban sor. Igen, valóban, az lenne a legjobb. Osztályvezető asszony, nagyon szépen köszönjük, hogy elfáradt stúdiumba és megosztotta velünk ezeket az információkat. Reméljük, hogy minél többeknek hasznos tudnivalókat hallhattak. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a kistermelői élelmiszer árusítással kapcsolatos információkról beszélgetünk mai adásunkban. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!